polgármester nélkül nincsen böllérnapításod. Halmon, ez egy picit más, ez picit megújult most ez a böllérnap, de a kezdetekről beszéljünk, hiszen ön akkor is ott volt. Igen, ott voltam 1995-ben, amikor Mórahalmon elkezdtük az országos böllérnapokat. Az volt az első az országban, utána mindenki elvitte, hálá Istennek, mindenki ápolja a hagyományokat, ha beteg, de mi csak őrizzük a hagyományokat és bemutatjuk. Azért, hogy ne csak a Tesco-ba meg a metróba vásároljanak, hanem tartsanak otthon disznót, ha van oljuk, vágják le, olyan finomat nem fognak kapni, mint amit ott készítünk. Ez a mai böllér show, már ugye egyenesen böllér show itt Ásotthalmon, miben más, mint az eddigiek? Hát ezt egy kicsit megszifráztuk egy kis bemutatóval, szalmás pörköléssel, fatüzelésű pörköléssel, egy fakihepik háztáj sertésfajtát mutatunk be itt, amelyik a hátam mögött van, a másik egy magyar nagyfehér disznó. Kettő disznó bemutató vágása történik. Most mindenféle hagyományt fölelevenítünk és be fogunk mutatni ma. És milyen ételek fognak készülni? Hát a szokásos disznótoros ételek készülnek, ugye a vér az már a hagymán pirul, az nem soká készen van, utána egy kis tarja van sütve, orjaleves, káposzta, hurka, kóbász, amit szoktunk ilyenkor csinálni, mind lesz, és még bemutatjuk a Gátsori 4-es szalonna készítésének az egyszerű fortéjait. Akkor beszéljünk erről a Gátsori 4-es szalonnáról, hogy ez mit jelent? Ez egy hasszalonnát kell fölvágni kisebb táblákra, és utána először a zsírba, hogy sütjük, és felengedett a zsír, bár 20 percig sütjük benne, bezárjuk az ízeket, utána 20 percig abáljuk az abálólébe, akkor megpuhítjuk, ízt adunk neki, utána pedig lesózzuk 3 hétig, 4 hétig, attól függ mekkora, aztán megfüstöljük. Így ez a 4 munkaművelet adja a Gátsori 4-esnek a titkát. Igazából a rendezvénynek az egész kezdete arról szólt, hogy nagyon régen szerettünk volna egy ilyen első ásotthalmi böllér show, böllér fesztivált itt Ásotthalmon, amit régóta vágytunk erre, és igazából most jött meg az ikletet pár hónap ezelőtt, hogy csináljunk, minden településen van ilyen, azt gondoltuk, hogy nekünk is ez kell ilyen. Mitől lesz ez show? Igazából a show jellegét az adja, hogy a disznókat nem itt helyben vágtuk le, hanem szúróponton, és innentől kezdve show hangulatban, úgy mint egy igazi lakodalomban, buli hangulattal, igazi showmanekkel, és illetve nagy mulatos sztárvendégekkel fogjuk az egészet megspékelni még. Versenyt is hirdettek a mai napra, ez miről szól? Így van, az első ásotthalmi kolbásztöltő és ütő verseny, ez arról szól, hogy minden csapat kap húst tőlünk, megvásárolta tőlünk tiszteletdíjét, és onnantól kezdve három oroszlán van arra, hogy egy kész terméket, egy sült kolbászt saját eszközével, saját fűszerezésével és töltőeszközével megcsinálja. Azt mondják, a jó pap is holtig tanul, egy ilyen kis csapattal jöttem el, akik az ákenciki böllérnapot szervezik és művelik. Nézzünk szét, mert ez egy teljesen más jellegű, nagyon ötletes, nagyon show jellegű, nagyon szép, nagyon jó, és hát reméljük, hogy sok érdeklődőt vonz, mi szurkolunk a szervezőknek. Nem szeretem az uramat, nem bíz én, ha kimegyek, ha bemegyek, sírok én. Sírok, sírok, siratom a lányságom, siratom a lánykori boldogságom. Sírok, sírok, siratom a lányságom. Milyen csapatot képviseltek? Kolbászok, és 99%-ban bajai résztvevőkkel. Akkor hogyan jött az itteni szereplés? Hát úgy, hogy Baján most rendezték az utolsót tavaly, itt viszont most van az első, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor nevezzünk. És akkor hogyan készültetek erre a megmérettetésre? Már elég régóta, ugye hetek óta készülünk rá. Hát sok mindennel, 10 kiló húst fogunk most feldolgozni, és tárcsalapon fogjuk majd sütni. Hogy... Ez valamennyire más lesz, mint az itteni hagyományok szerint készült kolbász? Fűszerezésében egy picit más, tehát az ásotthalmi szokások és a bajaiak azért eltérőek, és ugye próbáltuk a kettőt ötvözni. El lehet árulni valamilyen titkot ebből, hogy mi az, amit ötvöztek? Hát titkos a recept, úgyhogy főleg így, hogy ugye kettő ötvözete lesz, úgyhogy így.
És milyen eredményre számítotok, vagy fontos-e egyáltalán a versenyzés, vagy inkább itt az a lényeg, hogy együtt van a csapat? Az a lényeg, hogy együtt legyen a csapat. Tehát nem számítunk különösebb díjra, a lényeg, hogy jól érezzük magunkat a rendezvényen. És eddig milyen a hangulat? Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon sokan vagyunk, úgyhogy ez nagyon jó lesz. Hát úgy látom, hogy a tanyagondokok is nagyon aktívak ezen a Völlér Show-n. Honnan jött az ötlet, hogy jelentkeznek, gondolom én, a kolbász sütőversenyre? Hát nyilván, hogy helyi rendezvény, és akkor szerettük volna képviselni ezt a tanyagondoki szolgálatnak a csapatát ezen a versenyen. Hogyan készültek erre? Hát közösen összeadtuk a hozzávalókat, nyilván mindenki, amit tudott otthonról, azt hozta, és akkor várjuk az eredményt. Hogyan fog készülni ez a sült kolbász? Hát ebbe a sütőedénybe fogjuk megsütni, és sütünk mellé még utána krumplit, és forradborral, zsíros kenyérrel pótoljuk még ezeket az étkeket. Mennyire fontos a versenyzés, vagy inkább itt az a lényeg, hogy együtt közösségben lehettek egy kicsit? Hát a versenyzés inkább az a mellőz, inkább a fontos a csapatépítés, hogy együtt legyen a csapat, meg a családtagok és a barátok. Szerveződött össze ez a bizonyos kömény mag, hogyha jól olvasom a kötényen. Hát igazából a férjem találta ki, hogy benevezzünk, ő képviselő Ásotthalmon, és nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi legyen a csapatnév, és ugye apukám a Főbőlér, és vele beszéltük, ugye, hogy a kolbászhúsban mik vannak. És akkor kömény mag, borsó, úristen, mondom, ez milyen jó, hogy a kömény mag olyan, mint a kemény mag lenne, csak mi vagyunk a kömény magok, mert hogy a kolbászhús csak az egyik alapvető fűszere, úgyhogy így lettünk végül is kömény mag, és akkor ez ilyen nagyon ötletesnek gondoltuk, és akkor így vagyunk mi a kömény magok. Sarkantyúm taréja, elveszett az éjszaka. A sarkantyúm taréja, elveszett az éjszaka. Igazából ugye Böllér Show-n vagyunk, tehát azt gondoltam, hogy a díszítés akkor legyen kolbász meg sonka, úgyhogy hoztunk pálinkát, házi bort, és akkor megpróbáltam otthon összeszedni az összes olyan régiséget, ami illik ide a fesztiválra, úgyhogy például az a boros üveg, ami ott van, azt szerintem kb. 100 éves, és abba öntöttük a borokat, meg a díszítés is ugye eléggé aktuális, mert sonkával meg kolbászra díszítünk, úgyhogy igazából ez ugye pont ide illik, igen. És hát akkor ezek szerint nagyon rutinosak, tehát akkor van, aki ezzel foglalkozik a családban? Ugye Ásotthalmon vagyunk faluba, tehát ugye itt ugye mindenkinél nagyon népszerű a disznóvágás, és akkor ugye szerintem az országban az apukám csinálja a legfinomabb kolbászt, ezt most nem elfogultságból mondom, de nagyon-nagyon finom kolbászokat csinál, úgyhogy így indulunk neki a mai napnak, hogy reméljük, hogy majd sikerrel járunk. Gyere, babám, keresd meg, ha megkapod, engedd meg. Gyere, babám,